Sziasztok! Milyen érzés majdnem egy évig egy BMW i3-at Range Extenderrel vezetni? Itt elmondok mindent, amit ahol máshol nem mondtak el, a trükköket, amilyen hidegben, amilyen melegben, hogy reagál, miért fontosak az extrák, miért nem. Minden nap legalább 20 kilométert vezettem az elmúlt fél évben, több mint 5000 kilométert raktam bele. Ez lesz az a beszámoló, ami mindent megmutat neked, ami csak érdekel. Kezdjük el! Az alapokról nem szeretnék beszélni, feltlinkelek nektek videót, amit meg lehet nézni meg a leírásban is ott van, itt is kivillant, úgyhogy azt tisztáztuk. Viszont a kedvenc paramétereimet leírom róla. Egyrésztről annyira jó, hogy ez az első olyan autó a BMW-től, ami karbonból, újrahasznosított műanyagokból készült el, nagyon környezettudatosan készült el, tehát nem csak, hogy védi a környezetet, de a gyártása során is úgy van. A másik a motor, nem ez a legerősebb, nem ez a leggyorsabb a világon, de piszkosul dinamikus, ez a 170 lóerős nyomaték, amit egyből le tud adni attól függően, hogy milyen nyomatékkal szeretnéd ezt az egészet csinálni. Nagyon jó vezetni, meg fogom nektek mutatni. Beszéljük át akkor, hogy hogyan is érdemes használni egy i3-at. Nekem ez az a rész, ami a legértékesebb lett volna akkor, mielőtt egy ilyen kocsiba beleülök. Ezt azért mondom, mert senki sem beszél arról, amikor nagyon sokáig használ, hogy pontosan mi hogy van. Az első, amiről kell beszélnünk, az az, hogy van három különböző mód, amiben használhatjuk. Az egyik a Comfort, utána van az Eco Pro, és van pedig még egy Eco Pro Plus. A durva dolog, hogy én igazából soha nem használom komfortban, ami az alapmód, és amúgy itt van egy feature request a BMW-hez, ugyanis miért nem lehet beállítani, hogy nekem mi az alapértelmezett módom, amiben szeretnék. Minden egyes alkalom, amikor beülök a kocsiba, akkor ezt meg kell változtatnom. De menjünk csak sorba. A háromból az első mód az a komfort mód, ez az, amire mondják, hogy milyen hatótáv van, amikor bevizsgálják a kocsit. Nekem a kisebb akkumulátorral ez amúgy alapból nyáron egy ilyen 110-120 kilométert mond. Itt nagyon durván lehet vele gyorsítani, nekem olyan, mintha egy nitrós autó lenne igazából, hogyha benzinesről beszélnénk, de majd a dinamikáról fogok később beszélni. A másik része pedig az, hogy nyilván fűthetsz, klímázhatsz, hideget, teljesen jól funkcionál a kocsi. De amúgy annyira felesleges ez a mód szerintem, mert egyből átválthatunk Eco Pro-ba, ami nagyjából ad már egyből egy 5-10%-kal több hatótávot, ami akár lehet ugye itt, amiről most beszélünk, egy 5-10-15 kilométer is. És amikor ebbe a módba vagyunk, akkor még mindig tudunk klímázni és hűteni, működik minden a kocsiba, csak egy picit jobb eloszlása van annak, hogy hova teszi az energiát, hogyan termeli vissza fékezéskor. A kedvencem az az Eco Pro Plus, mert igazából ami eredetileg lenne egy 110, mondjuk 120 jó esetben hatótávom, így viszont van 150-160 is akár, ez tavasszal és ősszel teljesen tartható, hiszen nem kell klímázni, lehet egy picit lehúzva az ablak, vagy pedig a tetőablakot ki lehet nyitni, és gyönyörűen elmegy valóban a kocsi 150 kilométereket. Hogyha ebbe a módba használjuk, igazából elég akár hetente egyszer, vagy maximum kétszer tölteni a kocsit, többször nem kell. Így én amikor beszállok, akkor egyből Eco Pro Plus-ba teszem, és így megyek, kivéve télen vagy nagyon nyáron, mert akkor Eco Pro-ba rakom. Ha éppen töltjük a kocsit, van egy nagyon jó feature, erről fogok beszélni, és nézzétek meg amúgy külön is az app tesztelés, van a BMW-nek egy nagyon jó appja, amivel például előre prekondicionálni lehet az autót. Erről részletesebben fogok beszélni, de képzeljük azt el, hogy 10 perc az indulás előtt én megmondhatom az appnak, hogy prekondicionálja az autót, és az indulás, amikor beszállok, a kellő hőmérséklet van, akár hidegbe, melegbe is. És amikor beülök, egyből átválthatok Eco Pro Plus módba, és megvan a jó kis hatótávom. Most, hogy átvettük ezt a három módot, és ugye mivel általában Eco Pro Plus-ba megyek, ami egy enyhén visszavesz a kocsinak az olyan dinamikájából, a reakció idejéből, és egy kellemes, amúgy kocsikázósabb, hajókázósabb vezetési élményt ad számomra, és mert én ezt szoktam meg az i3-ba, mindig olyan érdekes, amikor átkapcsolom komfort módba, mert mondjuk most úgy oda akarok neki nyomni, vagy abba vezetek, és így teljesen azt a rohadt micsoda energiát le tud dobni a kocsi, csak azért, mert
egy módot változtattam az egészen. Úgyhogy a dinamikája nyilván egy elektromos autónak általánosságban teljesen más, mint egy benzines vagy dízel autónak. Az első nagy különbség az az, hogy a nyomaték, az i3 esetében 170 lóerő, az egyből megvan, teljesen. Ott adja neked a kocsi azt, amit szeretnél, ezért 0-ról 50-re igazából nagyon kevés kocsi van, hogyha nem Teslának hívják a gyártót, akkor keményen oda lehet vágni őket. Ez az élmény városba teljesen jó vezetési élményt ad, és ugyanúgy mondjuk nagyobb utakon, autóutakon, vagy pedig strádán is lehet használni. Nyilván annyi egy i3 esetében, hogy bejön már a hatótáv probléma, tehát azért azt terveznünk kell, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni, és ha valóban egy 130-as, esetleg egy picivel felette lévő tempót szeretnénk tolni, klímázni, nyomni neki, akkor az a becsült hatótáv, amit ő mutat, az nagyon durván le tud csökkenni. Na most a városban még, ami kiemelnék, hogy az egy dolog, hogy automata az autó, minden i3 automatán jön, de egy pedálos vezetési élményt kapsz. Mit jelent ez, és miért van egyáltalán? Azért, mert amikor a kocsi motorfékez, akkor ő visszatölti, visszagenerálja az áramot, én most fékezek, és látszik a méteren, hogy a e-power módból a charge módba, tehát a töltés módba ment át. Ez nagyon jó, mert így lehet még egy játszani, és nyilván így állítja be a kocsi azt is, hogy picivel több hatótáva legyen igazából. De nem csak arra jó, hogy a hatótávunk növekszik, hanem annyira kényelmes az az élmény, hogy megyek, látom, hogy van a forgalom, és amikor éppen nem az adaptív tempomatot használom, akkor látom, hogy megy fékeznek, kicsit felemelem a lábamat, és lehet szépen azt tenni, hogy teljesen nullára megálljon az autó. És aztán elindulunk ugyanúgy, ugyanazzal a menetdinamikával, remek érzés, csordogálunk a forgalommal, vagy kanyarodnunk kell, teljesen rááll a lábunk szerintem egy, maximum két nap vezetés után, hogy elfelejtjük, hogy van fék. Én rengeteg utat teszek meg úgy, dugóban vagy gyorsan menve, hogy nem is kell fékeznem, vagy nagyon ritkán, hogyha inkább sportosabban vezetek. Igazából fékezés az akkor kell, amikor nagyon sportosan akar az ember vezetni. Autópályáról még annyit, hogy azért ez egy kis autó, és 130 körül felett ki fog jönni az, hogy ez erősen reagál a szélre, nem annyira stabil, ez azért úgy benne van a pakliban. Az utolsó ilyen használati pont, mert ez egy négy személyes autó, az a hátsó ajtó, ami ahogy a Rolls-Royce-ok is, úgynevezett suicide, tehát öngyilkos ajtóval nyílik, hátrafele nyílik az ajtó, tehát nagyon kényelmesen be lehet jutni, főleg azért, mert amúgy, hogyha nem ül bent valaki az első ülésen, akkor előre lehet dönteni, szépen beszáll valaki, és ahogy az első és hátsó ajtó nyitva van, úgy nincs középső oszlop, tehát azt hiszem ez az A oszlop, és az egyáltalán nincs benne, egy olyan szép térhatása van a kocsánk, és kényelmes a bejutás, lehet is ott ülni, városi utazásra senkit nem fog zavarni, de hosszabb utakon azért már nem a legkényelmesebb, ezt is leteszteltük, nem ajánlott. És van kettő negatívuma ennek a hátsó ajtónak, például konkrétan azt, hogy mondjuk én vezetek, csak valaki kipattanna hátulról, nem tudom úgy kinyitni az ajtót, ezt az ajtót, a hátsót, hogyha nem csatolom ki magamat, mert a biztonsági öv a hátsó ajtóból jön ki. Ez egy rossz feature hiba, amiben nem gondoltak igazából bele. Még egy negatívum, igazából ez a kettő van összesen a hátsó ajtónak, hogy miután már beültünk, és ha nagyon teljesen nyitva volt az ajtó, nehéz becsukni, tehát egy kicsit komplexebb ez a dolog. Amúgy a használata baromi jó mindennapokra, jó, hogy ott van az app, jó, hogy ott van a kocsi, a távolságtartó tempomatot használni. Városi autónak csak ajánlani tudom igazából bármilyen ilyen típusú elektromos autót, tökéletes méretben van, nagyon kellemes vezetési élmény. Ha eddig megnéztétek a videót, nagyon szépen köszönöm. Úgy érzem, hogy ezeket az információkat így összefoglalva ki kellett tenni az internetre, hogy legyen egy olyan világos képetek arról, hogy milyen egy ilyen kocsit vezetni, milyen jó és rossz tulajdonságai vannak. Remélem segített a videó, hogyha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni, ugyanis még csomó hasonló videó
review és tippeket fogok mondani, mi a használat során kijött, és nem csak i3-ról, hanem más autókat is be fogok mutatni, egy kis spoiler alert, hamarosan fog jönni egy Tesla Model X, az ugye a nagy terepjáró autója a Teslának egy bemutatása. Köszi, hogy néztetek, sziasztok!